Áldott húsvétot kívánok mindenkinek. A mai beszélgetés címe Via Crucis, avagy megfeszítés és megváltás. Nagypéntek van, és ilyenkor azt hiszem, hogy a lélek vágyik is arra, hogy kicsit elcsendesedjünk, és hát végig gondoljuk mindazt, amit a hétköznapok során nem nagyon tudunk, merünk, akarunk végig gondolni, pedig a lelkünk mélyén azért sokszor érezzük, hogy nagyon kellene. Igyekszem most kivételesen minél kevésbé visszaélni a időtökkel, ünnep van, az elcsendesedés és elgondolkodás ünnepe, megilletődött tenni újra. Át kell élnünk azt, hogy a Teremtő Isten a saját fiát áldozta fel azért, hogy megváltson minket. És hogyha rátekintünk az elmúlt 2000 évre, akkor, és ezt a legszívszorító megvallani, hogy Jézus ugyan megváltott minket, de azért az elmúlt 2000 év emberisége nagyjából ugyanazt, sőt, hát sajnos nem ugyanazt, hanem ugyanazon a szellemi lejtőn hagyja magát lefelé rúgdalni, amely szellemi lejtő már nyilván sokkal előbb elkezdődött, hiszen Jézus már azért érkezik, a Teremtő Isten éppen azért küldi el egyszülött fiát, hogy megváltsa a már akkori szellemi lejtőn lévő emberiséget, ha az Ószövetséget megvizsgáljuk, hát nincs az a emberi szörnyűség, egyetlen mocsoktenger az egész. Tehát nyilván a Teremtő Istennek némi blaszfémiával fogalmazva jó oka volt arra, hogy egyszülött fiát is feláldozza azért, hogy egyszülött fia Jézus megváltson minket. Mi viszont, csak fejbe merem ezt kimondani, a jelek szerint mégsem vagyunk megváltva, vagy mégsem viselkedünk méltón ehhez a megváltottsághoz. És ezt nehéz szívvel mondom ki, de ennek nyilván van egy olyan mélyen fekvő oka, amit aztán végképp nem vallunk be magunknak, teljesen érthető módon, pedig ennek a megvallása nélkül azt hiszem nincs szabadulás abból az egyre veszélyesebb létcsapdából, amiben vagyunk. És ez pedig az, hogy Jézus ugyan megváltott minket, de ez azt jelenti, hogy megnyitotta előttünk az utat a saját megváltásunkhoz. Tehát ahhoz, hogy mi küzdjük végig mindazt, igen, hogy mi járjuk végig a Golgotát, mind a 14 stációt, hogy újra és újra átéljük mindazt, amit válunkra, hogy válunkra vegyük a keresztet, hogy háromszor is lerodjunk a súlya alatt, hogy átéljük a végtelen, szép, kedves és simogató, szereteteljes segítséget, hogy Szirenne is simon átveszi tőlünk, vagy segít vinni a keresztet, Veronika kendőjét, és mindazt a lemeztelenítésünket, a ruháinktól való megfosztottságot, a megszégyenítést, a megaláztatást, és nem sorolom fel mind a 14 stációt, igen, végig kellene tudni járni, ilyenkor nyilván gondolatban, az érzéseinkben, és hát a hétköznapok során is mernünk kellene, ezt a legritkábban merjük, tudjuk, akarjuk megtenni, átélni mindezt, hogy Jézus csak megnyitotta az utat számunkra a megváltáshoz, de nekünk kell végigmenni ezen az úton. Ahogy a magyar népi bölcsesség mondja, segíts magadon, Isten is megsegít. Tehát a gondviselés valóban kisegít minket a legszorongattatóbb helyzetünkből is, de azért nem árt újra és újra végig gondolnunk, hogy hát igen, azt, hogy
hogy a gondviselés csak a mi bátor és becsületes cselekedeteinken keresztül tud érvényre jutni, tudja megmutatni magát. Megváltottságunk tehát azt jelenti, csak azt jelenti, hogy elindulhatunk azon az úton, ahol és végigjárva a Golgota minden stációját, elindulhatunk azon az úton, ahol mi magunk küzdünk meg azért, hogy megváltottak legyünk. És ez az, amire a hétköznapok során a legritkább, vagy alig-alig adódik lehetőség, hogy a hétköznapok során mindezt valóban átéljük. Pedig az egész életünket, ha méltónak akarunk bizonyulni a Teremtő Istenhez, Jézushoz, ahhoz, hogy Isten képmásai vagyunk, akkor bizony vállalni kellene ezt a feladatot, és ha szívünkre tesszük a kezünket, az esetek nagy részében nem vállaljuk. Számos mentség adódik, pontosabban, bocsánat, mentség nincs, csak magyarázat. És a magyarázat persze lehet logikus, és hivatkozhatunk nagyon sok mindenre, de az akkor is nem vállalás. És amire még figyelmeztetnünk kell magunkat, hogy előszeretettel biztatunk másokat arra, hogy mindezt végigvigye, vagy éppen bírálunk, kritizálunk másokat, hogy mindezt nem viszi végbe. Pedig, bár itt most a kereszténység legmélyebben átélt rituáliáról beszélünk, a Golgotáról, de hát azt hiszem nyugodtan ideidézhetjük a keleti ősi bölcsességet, hogyha változást akarsz, a változás légy te magad. Nem másokon kért számon azt, hogy miért nem viszi végbe, miért nem megy végig a Golgota stációin, és miért nem viszi végbe, miért nem fejezi be azt a művet, amit Jézus csak elindított számunkra, ahhoz, hogy saját magunkat váltsuk meg a bűneinktől. Nem másokat kellene biztatni, hanem azt végig gondolni, hogy éppen fordítva mi hogyan tudnánk önmagunkon is, és persze másoknak is segíteni abban, hogy végig tudjunk menni ezen az úton. És ez az, ami ilyenkor el kellene gondolkodnunk, és ennek a legfontosabb mozzanata, csak halkan merem megjegyezni, kicsit talán illetlen dolog erre felhívni a figyelmet, de pontosan 3 évvel ezelőtt indult el a Bogárnapló, akkor ez kedd volt, mert ugye kedd és péntek, kedden, vagyis húsvét hétfő utáni kedden, most pedig 3 év eltelt, és nagy péntek van. Igen, rendkívül sok tanúsággal szolgált számomra ez a 3 év. Végtelen hálával köszönöm a megértő szereteteteket, a kitartó türelmet. Bizonyos értelembe véve együtt járjuk végig a megváltás stációit, átérezve a Covid-tól kezdve a pusztító háborúig, tehát mindazt, amit a külső és belső világban átéltünk, egymást segítve próbáljuk válunkra venni ezt a keresztet, végigjárva a stációkat, vállalva az igaztalan elítéltet, tetést, vállalva a ruháinktól való megfosztást, a megszégyenítést, megalázást, átélve a megértő szeretet segítségét, végigjárjuk, újra és újra végigjárjuk a keresztutat. Mindnyájan tudjuk már, hogy mindez a szörnyűség, ami évezredek óta történik az emberrel, a lelki, erkölcsi, szellemi hanyatlásnak ez a lejtője, ez pontosan azért következett be, mert ugyan természetesen van sötét energia, de a sötét energia ennek a lejtőnek csak az egyik oka, a másik okai mi saját magunk vagyunk, ahogy sokszor idéztem, Hamvas Bélát, amikor 60 éves korában visszaemlékezett a 30 éves önmagára,
hogy akkor ő most bizony meg fogja találni a proton pseudoszt, vagyis az első léthamisságot, azt a letörést, amelynek következtében az emberi létezés lefelé halad ezen a lelki, erkölcsi, szellemi lejtőn, és ahogy fogalmaz, mentem vissza a történelembe már 3000 évre, és akkor rádöbbentem, hogy az elbizakodott nyugati ember jellegzetes léthibáját követem el, mert ezt a pontot önmagamon kívül kerestem, pedig ez a pont itt van bennem. És amíg ezzel nem tudunk szembesülni, már pedig nagyon nehéz ezt, lássuk be. Másokban, érdekes mondat, másokban azonnal észrevesszük ezt a pontot, és persze igyekszünk is erre felhívni a figyelmet saját magunkban, azonban nem csak, hogy nem veszük észre, hanem ráutaló magatartással igyekszünk úgy tenni, minthogyha a bezeg a mi lelkünkben nem volna ott ez a pont, pedig hát természetesen ott van mindnyájunk lelkében, csak hát hihetetlen, valóban krisztusi feladat lelki, erkölcsi, szellemi értelemben hordozni azt a keresztet, hogy bennünk is ott van a léthamisság, a létbűnözés, a mindennapi rutinos létbűnözés. Persze van hivatkozás nyilván, tehát mindig van magyarázat, ahogy az előbb mondtam, csak éppen mentség nincs. És így nagypénteken azt hiszem, hogy mindnyájunkra ráfér az ezen való eltöprenkedés, hogy ez a bizonyos nem létező erő, ez a sötét energia azért tud erőt venni rajtunk, mert van bennünk fogadó felület. Hogy mit tehetünk, azt egyelőre pontosan nem látjuk, mert ugyan nagyon intenzíve dolgozunk azon, hogy minél pontosabban megismerjük ennek a sötét energiának, sötét erőnek a természetét, de hát egyelőre azt hiszem ennek az útnak, keresztútnak még az elején járunk. Egy valami biztos, mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy minél kevésbé szolgáljuk ezt a sötét erőt, energiát, hogy tartózkodjunk minden olyan esettől, ahol hát rászorulunk, ahol vásároljuk az áruit, a szolgáltatásait, ahol kihasználjuk mindazt, ami lehetőségként nyújt, a biztonságot és kényelmet, for your personal safety and comfort, az utazásokat, aztán mindazt, amit elénk teríti a fogyasztói paradicsom minden gyönyörűségeit, marketinget csinál a karácsonyból is, meg a húsvétból is, és hát legyünk őszinték, valamilyen szintén mindnyájan áldozatául is esünk mindennek. Szelíd határozottsággal viszont inkább távolodni kellene mindettől, de hát beláthatjuk, azt hiszem, hát is éljük ezt, hogy ez bizony rendkívül nehéz feladat. Pedig ezeket a keresztútnak ezeket a kis stációit is fel kellene ismerni, ahol igenis vállalni kellene a keresztet, és akkor is szembeszegülni mindezzel, hogy hát azt látjuk magunkkal, jó, de hát mégül is mindenki ezt csinálja, hát miért pont én tudnék kilógni a sorból? Igenis, minden apróság számít, minden ponton mindent meg kellene tenni, hogy szembeforduljunk ezzel a negatív energiával, hogy ne vásároljuk az áruit, hogy ne fogyasszuk a szolgáltatásait, hogy ahol lehet, minél távolabb legyünk tőle, mert minél nagyobb felületet talál bennünk, értelemszerűen annál durvábban tud lefelé rúgdalni minket ezen a lepusztulási lejtőn. Itt lassan be is fejezném, még egyszer végtelen hálával köszönök nektek mindent, az elmúlt 3 év megértő figyelmét, azt a hihetetlen lelki erőt, amit a segítségetekkel igyekszem mindig visszaforgatni ezekbe a beszélgetésekbe. Áldott húsvétot kívánva mindenkinek, reménykedjünk a feltámadásban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.